Köszöntöm nézőinket, önök Kaposmenti magazinunkat látják, tartsanak velünk! Rendhagyó irodalomóra különleges előadás Petőfiről. 5 órai tea Miszlay József nyugalmazott testnevelő tanár volt a vendég. Munkácsi díjas szobrászművész Colin Foster alkotásaiból nyílt kiállítás Dombóváron. Tehetséggondozó önkormányzat fiatalokat díjaztak Dombóváron. Petőfi Sándor életéről, munkásságáról hallhatott előadást egy különleges tanórán több száz dombóvári diák. A rendhagyó irodalomórát Juhász Anna irodalmár, kulturális menedzser, Juhász Ferenc költő lánya és a Verseitek Dallama együttes tartotta. Nem volt annyira erős színpadi jelenléte, de ettől függetlenül benne volt a művészettel való találkozás. És nagyon sok esetben már ekkor fogalmazza a gondolatait. Petőfi ugye végigéri az életét. Talán ismeritek az úti rajzait, az úti naplóit. Rengeteget gyalogol Petőfi. Ebben az én gondolatomban nem is csak a gyaloglás maga számít. Nem is tudom, hogy a ti életetekben mennyire van az, hogy mondjuk nem az, hogy 1 kilométert, hanem 30-at. Nyilván nincs benne, egyikünk képe sincsen benne. Azok a távok, amiket Petőfi megtesz. És itt nem csak arról van szó, hogy valaki ennek a talán gyengébb testalkatának az ellenére bírta. Őt a hite és a szeretete és az a belső titok, vagy az a belső erő fűtötte, amit szinte nehéz is elmagyarázni. Azt gondolom, hogy nagyon szerencsés műfajunk van, mert az oktatás mellett, úgymond a kötelező mellett a miénk az öröm, a miénk a kicsi kitekintés, ezek a rendhagyó órák valamiképpen talán így mellérendelő viszonyban vannak az iskolai oktatás mellett, de azt hiszem, hogy talán egy kis levegőt ad minden diáknak, meg akár a résztvevő tanároknak, meg mindannyiunknak, mert egy olyan hálózatot igyekszünk bemutatni egy rendhagyó irodalom órán, hogy azok a szerzők, akik akár 100 vagy 200 év különbséggel éltek, hogy kapcsolódnak össze. Azért, mert hasonló fogalmakat mondanak, azért, mert hasonlóképpen viszonyulnak a szeretethez, az otthonhoz, a családhoz. Hogy lehet fedni egy szálat József Attila és például a mai órán Pilinszky és Petőfi között, vagy akár Juhász Ferenc, I.S. Gyula, Nagy László és Petőfi között. Mi az a közös titok, ami mindenkiben benne van, és akinek a verseit élményszerűen érdemes felfedezni. Talán kevesebb olyan diák van, aki élményszerűen olvas Petőfit, mert talán Ady Endrénél, Radnóti Miklósnál, József Attilánál nyílik ki a szívünk afelé, hogy mi ez a költészet. Pedig a forrás, a levegő, az Petőfi Sándor. Nagyon sokan belőle táplálkoznak, úgyhogy abba bízunk, mert hallatszik a háttérben a próba, hogy egy zenével átitatott, fiatal zenekarral bemutatott zenével átitatott irodalomórán ezt az élményszerűséget, ezt a levegőt tudjuk megadni a diákoknak. Folyamatosan írt, folyamatosan írt. Tehát annyira benne volt ez a hív, ezt a rengeteg verset tényleg alig pár év alatt írta meg, közben útirajzokat is írt, közben nagyon sokat olvasott, benne élt ebben a szövegvilágban, amikor valakit, mindig fel szoktam tenni azt a kérdést, hogy lehet egy életművet nem a vége felől nézni. Tudjuk-e József Attilát nem a tragikus vége felől nézni? Másképpen olvasnánk-e, hogyha nem tudnánk, hogy hogy halt meg? Tudjuk-e Petőfit nem a végéről nézni, hogy ez egy 26 éves srác, és milyen rövid idő alatt írja meg, micsoda teljesítmény, amit ő csinált? Engem egyébként lenyűgöz a teljesítmény. Nem azt mondom, hogy 10 pár évesen már teljesítmény orientált voltam, de ezt nagyon nehéz utána csinálni. És nagyon-nagyon nagy sűrűséggel vannak zseniális versek közben. Tehát ez egy nagyon különleges srác volt, aki akkor is írt, amikor gyalogolt, akkor is írt, amikor hazament. Például 20 évesen, másfél éve nem látta az édesanyját, és hazamegy, akkor írja meg a Füstbe ment tervet. Egész úton hazafelé azon gondolkodás, miként fogom szólítani, még nem látott anyám. Rég nem látott anyám. Mit mondok majd először is, kedves szépet neki, midőn meg bölcsöm ringatá. Peace.
abban hiszek, hogy mindenre reagálni kell, az internet, vagy azok a kis tárgyak, kütyük, ez mindannyiunk élete része, hogy magának, úgy nekem is itt van a zsebemben a mobilom, de nem mindegy, hogy mit nézek ezen a mobilon. Hogyha elérjük a fiatalokat, vagy azt a YZ generációt, aki már úgy születik, hogy a kezében van ez a telefon, és ezeken az eszközökön is verseket, idézeteket kap, vagy olyan videókat, ami írókról, költőkről szól, vagy egyetlen a szavak erejét valaki megtalálja, hogy ne emojikkal, meg jelekkel kommunikáljunk, hanem legyünk már túl ezen, és tanuljunk meg fogalmazni, tanuljunk meg egymás szívéhez szólni, akár egy verset, akkor jó úton járunk, úgyhogy mi akár az óráinkat, akár a programjainkkal ezt szeretnénk elérni, mert hogy szükség van a szavakra, ezt mindenki tudja. Mondok egy nagyon egyszerű példát, a Pilvaker nem véletlenül töltött meg 12 000 emberrel éveken keresztül egy nagy arénát, azért, mert egyszerűen, ha dallal, mai fiatalokkal, művészekkel vegyítjük az irodalmat, akkor ennek nagyon nagy ereje van, és van rá közönség, nem igaz, hogy nem olvasnak a fiatalok, csak valahogy talán meg kell találni azt a módot, ahogy egy verset elviszünk egy fiatal generációhoz, és ugye maga mondja Petőfi, hogy legyen minden dalunk egy-egy vigasztalás, ő is dalt mond, nem véletlenül, erről lesz ma szó majd az órán, úgyhogy nem is csak vigasztalás, de vigasz és támasz is egy-egy vers, úgyhogy ezekkel a szívünkben, ezzel a kapcsolódással a szívünkben vágunk neki a munkánknak minden alkalommal, minden évben, és nagyon bízom benne, hogy ennek tényleg van hatása, és nem véletlen, hogy itt Dombóváron most 400 diák lesz. Tehát azt gondolom, hogy nem csak kényszerből lesznek itt a diákok, hanem talán egy picit más szívvel fogják elhagyni a termet, és szeretni fogják még inkább Petőfi Sándort. Változó korban élt Petőfi, nagyon sok forradalom vette körül már fiatalon is, ezeknek a forradalmaknak a hatása nagyon erősen érezhető volt már az ő életében, és ő nagyon művelt fiú volt, fordított, nagyon sokat tanult, nagyon sokat olvasott, többek között például a francia forradalom történetét, de nem akarok ennyire előreugrani, mert azért kezdtem el a vándorlást is mondani, mert nagyon sokfelé vitte el Petőfit a lába, sokszor szinte a mai szavainkkal éve hajléktalan volt, annyira nem volt semmije, de mégis felgyalogolt Budapestre például Vörös Martihoz, megmerte már mutatni a verseit, egyébként onnan indult el a karrierje. Egy ilyen, hogy mondjam, 20 éves korában egyfajta beérkezés után tér majd haza a szüleihez. Sors, nyisd nekem tért, hadd tehessek az emberiségért valamit. Ne hamvadjon ki haszon nélkül a nemes láng, amely úgy hevít. Amely úgy hevít. Barátok, kollégák, tanítványok töltötték meg Dombóváron a Majoros Galériát, Miszlai József nyugalmazott testnevelő tanárral, Markovics Magdolna volt kollégája beszélgetett gyerekkoráról, iskolás éveiről és a szakmáról. Az 5 órai TEA beszélgetés sorozat 7 év után indult újra. Teltház fogadta Miszlai Józsefet, a tanár urat Dombóváron a műfázban. A nyugdíjas testnevelőt, edzőt az is ismeri a városban, aki sosem volt az óráin. A testnevelő tanári pálya, ez életcélom volt, hivatásnak tekintettem, mivel olyan testnevelő tanárok tanítottak serdülő koromtól középiskolás koromig, hogy felnéztem rájuk, és egy életmintát adtak. Először nem vettek fel a testnevelési főiskolára, és így, mivel Pannonhalmára Bencés gimnáziumba érettségiztem, 1964-ben. Annak ellenére, hogy Győr-Sopron megye összetett bajnoka voltam szertornából. Minisztériumi fellebezéssel felvettek a Pécsi Tanárképző Főiskolára levelező tagozatra 17,5 ponttal szeptember végén. De ezt annak köszönhetem, volt egy pótfelvételi az alaegerszegi kihelyezett tagozatra,
oda se vettek föl különben, csak a minisztériumi fellebezés révén sikerült, mivel a fellebezésem a minisztériumban egy volt Kőszegi Bencés diák kezébe került. Ennek köszönhetem, hogy sikerült bekerülnem, még évet se vesztettem. Elvégeztem a tanárképző főiskolát, közben képesítés nélkül tanítottam kurdon, és a kurdi általános iskolának nagyon sokat köszönhetek, az lökött rá a testnevelői pályára, és úgy éreztem, hogy itt a helyem. Mikor elvégeztem 1968-ban, nem volt mögöttem a pannonhalmi bencés gimnáziumi pecsét, és akkor már lazult a felvételi rend, mivel egyházi gimnáziumokból nagyon nehéz volt pedagógusnak bekerülni abba az időbe. Ezután jelentkezett a testnevelési főiskolára, ahol 18 jelentkező közül 5 főt vettek föl, köztük őt is. 1972-ben végeztem, felcsillant a lehetőség, hogy nappalira menjek másodévre, vagy levelezőre menjek harmadévre. De akkor már Dombováron voltam, 1968-69-ben. És itt tanítottam Új-Dombováron 9 évet, tehát kurd, Új-Dombovár. Óriási előnyöm volt, hogy olyan szakmai tekintélyek vettek körül, mint Bodai József, hihetetlen szakmai tudással rendelkezett, és Karász Imre, itt volt Dombováron, a volt testnevelő tanárom az egyik példaképen. 9 évet tanítottam Új-Dombováron, és 1977-ben kerültem az Apáczai Cseré János szakközépiskolába, ahol Krisztusi kort 33 évet tanítottam. Szerettem tanítani nagyon, mivel fiúgimnáziumban jártam, át tudtam érezni a fiúknak a mozgás iránti vágyát és csibészségét is, pozitív jelve csibészségét. Nagyon nagy öröm volt számomra, amikor többen jelezték, hogy testnevelő tanárok szeretnének lenni az életutamot tekintve. Ugyanis a tanítás mellett, ami mindig a fő célom volt a testnevelés órát, tervszerű, pontos megtartása, a diákok látták azt, hogy kim van a táblán, minden osztályteremben a tantervi követelmények, hogy azt be kell vasalni. És azt a legszerényebb képességű tanuló is közepes szinten el tudta sajátítani, mivel készségtantárgyról van szó. A tanítás mellett ekkor került bele az edzősködés világába. Mivel a szertornát Új-Dombováron csináltam, végeztem, nagyon magas szinten serdülő első és másodosztályú gyakorlatokkal. De 1977-ben beláttam, hogy a középiskolában lehetetlen elkezdeni, egyrészt a biztosító berendezések hiánya miatt, szivacs, gödör, meg egyéb más, és közben már Új-Dombovári koromban is a tornázis mellett versenyszerűen kézilabdáztam. Az MB2-es csapatnak később én lettem az edzője, a Dombovári kesztyűgyárnait 1977-ben. Az Apáczai Szakközépiskolában 33 év alatt a középiskolás bajnokságokban kézilabdával a Csőrös Pista kollégámmal Szekszárdi 505-ösben tanított élet-halálharcot vívtunk sokszor. 1982-től 2002-ig a megye csúcspontján voltunk, hol első, hol második helyezést értünk el, és országos elődöntőbe és döntőkbe kerültünk. Atlétikából, mivel alapsportág, megrendezve házi versenyeket, támaszkodva a dombovári atlétika sportra, ahol két kollégám, Tarimre és Fazekas Gáspár minőségi munkát végeztek, és akik bejöttek hozzánk, mint tanulók, azokat versenyeztetve, plusz hozzátéve az iskolai tehetségeket, azokat mindig elvittük atlétika versenyre, és országos döntőkig jutottak azok is. Tehát torna, kézilabda, atlétika, és közben jött 90-es években kosárlabda. Történt az, hogy a kosárlabdával nagyon jó utánpótlás nevelést kaptunk. A Dombováron széles hagyománya volt a kosárlabdának hosszú módra visszatekintőleg, és akkor rábeszéltek a kollégák, hogy induljunk el abba is. És sikerült hosszas évek küzdelme alapján eljutni országos elődöntő döntőig. Ott voltunk 3-szor országos döntőbe, 6., 8. és 5. helyezést értünk el.
Miszlai József a beszélgetés során azt is elmondta, hogy mi a hosszú élet titka. Visszatérve erre, ezekre az évekre azért hál' Istennek nagy örömmel tölt el az, hogy megértem ezt a 77. évet fogom betölteni június 4-én Trianon napján. Számomra egyrészt a, nem a gyász, de a szomorú történelmi évszaka, de az én születés éve is a június 4-e. És én bízom benne, hogy a mai napig, hogy kosarazok a gyerekekkel, kollégákkal. 77 éves koromra, 50 évvel fiatalabb kollégákkal kosarazok egy héten, egy alkalommal az Illyes Gyula Gimnázium torna termébe. És ez hosszú évekig remélem még éltet. Miszlai József a kitüntetései mellé 2023. április 1-én Dombóvár városhivatásának 53. évfordulóján a Dombóvár díszpolgára címet is átvehette. Colin Foster Munkácsi díjas szobrászművész alkotásaiból nyílt kiállítás a Dombóvári Művelődési Házban. Az angol származású, de már több évtizede Magyarországon élő művész, első magyar tanítványa Lukács József Jóka beszélt művészetéről. A kiállítás május 22-ig megtekinthető. A Nagynyárádon élő művész első magyar tanítványa a dombóvári Lukács József Jóka. DLA beszélt művészetéről. Jóka tanítványa volt és mély barátság fűzte össze Colin Fosterrel. De vajon Colin hagyta-e kibontakozni tanítványait, vagy befolyásolta őket? Abszolút hagyta. Tehát amikor már beleszólt, akkor azt inkább úgy szólt bele, hogy ne bizonytalankodjon az ember azon, amit kigondolt, azt merje megcsinálni és kész. És hogyha valamit megcsinált, akkor utána kezdjen el vacilálni azon, hogy most ez jó vagy nem. Így abszolút játékosan vezette rá azt, arra az embereket, a tanítványait, hogy ki milyen jellegű formával szeretne foglalkozni, melyik az, milyen irányba lenne érdemes neki el tovább haladnia. És akkor ez sokkal inkább egy ilyen sugallatszerűségként közölte vele. Aztán, hogyha nem sugallatként, akkor ott már azért baj volt. Tehát akkor azt megmondta, hogy ez nem jó, ez úgy, ahogy van, ez nem jó. Más szavakkal, de ez a lényege. Arra mindig figyelt, hogy tehát amikor így műhelyben dolgoztunk együtt, hogy semmiféle baleset abszolút ne legyen. Megmutatta mindig, hogy na most akkor ezt hogy kell, a maszk hogy kell. Ha egész nap az ember mondjuk kicsit meggörnyedve, hogyan veri a követ vagy a fát, akkor hogy álljon, tegye föl az egyik lábát, akkor megváltozik az egyensúlya, stb. Tehát ilyeneket mindig megmutatott és elmagyarázta, hogy ez miért fontos és miért kell. Colin Foster Munkácsi díjas szobrászművész egy tematikus kiállítást tervezett, egyfajta növekedést. Ebből például több sorozat látható ezen a kiállításon. 20 szobor és 18 grafika van kiállítva a Majoros Galériában. Ezek a grafikák nem szobortervek, bár néha azt érezzük. Aztán kiválogattam és összeraktam ott a műhelyben, és néztem, gondolom ez egy kicsit unalmas, és akkor oda laktam a kis zöld kakas. Mert teljesen más, ugye, kis blond szobor, ami abszolút semmi közel nincs ehhez a másik témához. Szóval ez csak egy válogatás, van talán 100 szobor éppen a műhelyben, és akkor ebből kellett kiválasztani, hogy mi legyen ez a 20 munka, miért van. És vannak olyan kis könyvem, ami mindig rajzol, skiccelek, meg, és ezek nagyon közel állnak a szobrokhoz, de amikor van egy kiállítás, akkor inkább más jellegű rajzokat szoktam kiállítani, és ezek nem a teljesen függetlenül elkészülnek a szobroktól, szóval nem tervek, szobortervek ezek, de témában néha nagyon hasonlít. Például az van egy fa sorozat rajz, és ugyanaz jelenik meg a néhány szoborban, ugye az utóbbi időkben, szóval ez egy, de nem szobortervek ezek, önálló művek. A szobrokon arcok jelennek meg, van olyan is, amelyiken több is. Például van ez a Golgota fa, ahol tényleg három arc, olyan, mint a három kereszt, és három arc jelenik meg a tetején, ugye.
de nem mindig ez olyan direkt, szóval van olyan szobor, ahol nagyon-nagyon sok arc van, ami éppen mögöttük van, a kamera mögött van, de nem lehet megfordítani, de ez egy, az a címed övény, és ez olyan, mint az emberek egy övényben élnek, és rengeteg arc van rajta. Szóval ez, igen, szóval ez nem teljesen valami direkt figurális tartalom van ezeknek a munkáknak, de mégiscsak az életnek egy része, ez az emberiségnek egy része, úgy gondolom. Én azért megjelenik az emberi arc is. Ezek a szobrok vizes alapú műgyantából készültek. Szilárd anyag, lehet vésni, kalapálni. Azonban van itt két bronz és betonból készült szobor is. A megnyitó estén fellépett a szintén Magyarországon élő holland zenész Edwin Meister és a Szent Orsolya Bencés Iskola Központ tanára Zsabokorszky Ferenc. A kiállítás május 22-ig megtekinthető. Tehetséges fiatal dombóváriakat köszöntöttek a Városházán. A díjátadó azért is volt különleges, mert a településen aznap tudták meg, hogy az idén elnyerték a Tehetséggondozó Önkormányzat címet. Két kivételesen tehetséges sportolót köszöntöttek kedden Dombóváron. A fiatalok április 1-én a Városnapon lettek volna díjazva, de éppen egy versenyen vettek részt. Szabó Dorottya 12 éve karatézik. Ez idő alatt egy világbajnoki ezüsttel és 3 bronzéremmel, illetve több Európa-bajnoki helyezéssel is büszkélkedhet. A karatéka a Buzánszky Jenő díjat vett át, melyet kiemelkedő sporteredményt elérő fiatal dombóvári sportoló vagy csapat kaphat meg. Szerintem ez, amit eddig elértem, ez már egy nagy dolog, és hát úgy nincsen konkrét nagyobb célom ezzel, igazából ez nekem egy hobbi is, tehát ez a mindennapjaim részévé vált már, és hát már igazából a megszokás is, hogy nekem kell az edzés és a testmozgás. Szőcs Patrik igazi jó tanuló, jó sportoló. Edzője és tanárai szerint ő az épp testben, épp lélek megtestesítője. Én a Dr. Péter Gyula díjat kaptam meg a tanulmányokban és a sportban elért eredményeimért. A gimnáziumi éveim alatt kitűnő tudtam lenni, és több tanulmányi versenyen is részt vettem. Karatéban is elég jó eredményeim vannak. Patrik többek között egy világbajnoki aranyéremmel is büszkélkedhet. Pintér Szilárd, Dombóvár polgármester elmondta, egy településnek szüksége van a jól teljesítő fiatalokra. Nyilván az az elmúlt években elvégzett munka, amelyet köszönhetek a civil szervezetek és sportszervezetek vezetőinek, visszaköszönt egy ma reggeli e-mailben. Néhány héttel ezelőtt az önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériumában nyújtott be egy pályázatot, és azt gondolom, hogy nagyon nagy öröm számunkra, hogy a minisztérium elismerte azt a tevékenységet, amely Dombováron zajlik, és sokunknak szól ez az elismerés, hiszen a Tehetséggondozó Önkormányzat címet nyertük el, amelynek hivatalos átadására május 16-án kerül sor. A program folytatásához pedig pénzbeli támogatást is kap ezúton az önkormányzat, így a városvezető bízik benne, hogy ennek is köszönhetően még sok tehetséges fiatalt fognak tudni köszönteni a jövőben is. Önök Kaposmenti magazinunkat látták, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!